Nem véletlenül szoktunk mindig téged kérdezni az MTK mérkőzés előtt, hogy mi várható. Van még benned egy ilyen különleges érzés, vajon az MTK meccs? Persze, hát azért azt a 15 évet, vagy amit ott töltöttem, nehéz lenne letagadni, meg nem is szeretném letagadni, szóval persze, hogy van bennem érzés irántuk. Nem mondom azt, hogy teljesen máshogy készülnék erre a meccsre, mint egy másik meccsre, de azért a szívem azért máshogy dobog ilyenkor, persze. Azért is doboghat, hogy nyerjünk, mert hogy nagyon közel kerülünk akkor a kieső zónához, hogyha nem tudunk nyerni. Igen, ez sajnos tényleg így van. Én azt gondolom, hogy itt most már nem csak a szívnek, hanem az észnek is a helyén kell lenni az egész csapatnál, mert nagyon fontos ez a mérkőzés. A válogatott szünetet muszáj behúznunk ezt a meccset ahhoz, hogy kicsit megnyugodjon a csapat, hogy tudjunk nyugodtabban készülni, mert ha ez nem sikerül, akkor tényleg nagyon veszélyes helyre kerülünk. Talán a Diósgyőri meccs még könnyebb volt, mint az MTK elleni lesz, hiszen új edző lesz náluk, nem is nagyon lehet tudni, hogy mire számíthatunk. Hát reméljük, hogy nem lesz nehezebb meccs, mint a Diósgyőri, mert ugye őt kikaptunk, szóval reméljük, hogy jobb eredményt fogunk elérni. Igen, az, hogy tudunk készülni, vagy hogy nem, én azt gondolom, hogy hazaiban saját játékunkat kell játszani. Mindenféleképpen az MTK-nak meg tudjuk a filozófiáját, tudjuk azt, hogy mit próbálnak ők játszani. Attól, hogy új edzőjük van, nem hiszem, hogy el fogják rugdosni a labdát, vagy hosszú labdákkal fognak építkezni, vagy ívelgetéssel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szinten tudjuk, hogy a földön próbálnak játszani. Nekünk tudni kell azt, hogy ezt hogyan tudjuk levédekezni, és hogyan tudunk gólt szerezni ellenük. Meg figyelni kell a mumusunkra, Torgelle Sándorra. Hát a Sanyira mindig figyelni kell, de azt gondolom, hogy azért jó páran vannak még az MTK-ban, akik veszélyesek. Ha az információim jók, akkor a Kanta Józsa is visszatér, azért őt nem kell külön ragozni. Azt gondolom, hogy ebben a mai mezőnyben milyen kép, mit képvisel, úgyhogy azt gondolom, hogy a Sanyira is, de a többi játékos is figyelnünk kell. És ha magunkat nézzük, azért néhány játékos elég hullámzó teljesítményt nyújt, vannak nagy visszaesések. Hát igen, sajnos ez a minden csapat életében van ilyen, főleg azért egy olyan csapatok, mint mi, akik így azért mondhatjuk, hogy az egész csapat hullámzó teljesítményt nyújt. Jó pár fiatal játékosunk van, főleg a támadó szekcióban azért nem könnyű nekik így belecsöpenni az NB1-be és ott helytállni folyamatosan, úgyhogy ez sajnos természetes, én azt gondolom, nekünk rutinosabb játékosoknak segítenünk kell őket, és mindenféleképpen ki kell húzni őket is, meg mondom így az egész csapatra ebből a kis gödörből, hogy úgy mondjam, és mindenféleképpen fölfele kell indulnunk, és el kell kezdeni gyűjteni a pontokat.